Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Isten az énekes lapon található első szám énekkel, a 89. zsoltárral, az Úrnak irgalmát örökké énekle. Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten szent igéjét, testvéreim, tanításul ma hallgassuk meg Jakab leveléből a mai újszövetségi rendelt szakaszból, amelyben a következőképpen tanít bennünket az ige. Jakab levele 4. rész, 1. verstől a 10. versig terjedő szakaszból. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Amen. Isten szent lelket egy áldássá szívünkben az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk ennek a szónak, hanem megtartói is. Gyertek, imádságban boruljunk oda Isten színe elé, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás a szívünk azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, azért, hogy előtted veled hálát adhassunk, mindazért a jóért, amivel elláttál bennünket eddigi életünkben, és hisszük, hogy te tartasz meg bennünket a te napodra is, hogy nem lesz körülöttünk és velünk hiány, nem lesz olyan, amikor ne rád figyelhetnénk, és lelkiekben gazdagítva tovább vezetnél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatunk. Köszönjük a kemény szót, amivel megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy te mondod, és nem emberek szavát halljuk most, hanem tőled való üzenetet. Kérünk, segíts meghallani, megérteni, és mindebből elvinni mindazt, ami a dicsőségedre van. Kérünk, add, hogy alázatos szívvel fogadhassuk az ígét, hogy ne térjen az vissza hozzád üresen, hanem végezze el a munkáját. Így köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk, áldjuk és magasztaljuk szent és dicsőséges nevedet, köszönjük megváltó kegyelmedet, köszönjük azt, hogy a nevedben lehetünk együtt. Kérünk, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve az énekes lapról a 3-as számú dicséretet énekeljük, a 164. dicséretünk ez. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Thank you.
Szeretett testvéreim, a Szentige, amelyet szívetekre kívánok helyezni, majd Isten szent lelkét segedelmül hívva magyarázni ti néktek életetek megjobbítására, hitetek erősítésére, írva található Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 26-tól a 29. versig. És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő. Ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban, mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett. Áldott legyen a Szentige, áldottak legyünk mi is, Istennek szent lelke hassa és vezesse a mi figyelmünket, teljes lényünket, hogy az ő igéjére figyeljünk. És az ige, mint jó mag, hújjék a jó földbe, s mi teremhessük a megigazulásnak gyönyörűséges gyümölcseit az ő nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljuk el helyünk. Szeretett testvéreim, a csodáról és a gyönyörűségről kell ma beszélnünk. A csodáról, amit Isten visz végbe, és a gyönyörűségről, ahogy az Isten nekünk megmutatja. Nincsen lét csoda nélkül. Ha az ember nem veszi, és nem fogadja, és nem hiszi az Istennek csodáját az életében, akkor az élete értelmetlen. Ezen a héten a Jakab levelét olvassuk, és ott írja azt, hogy ahogy a test halott, ha nincs benne lélek, úgy a cselekedet is nem ér semmit, az is halott, ha nincs bennünk hit. És ezért vagyunk mi, magyarok, keresztjének csodálatosak. Nem azért, hogy ezzel fölvágjunk, és megint csak mások fölé helyezkedjünk, hanem azért, mert a dolgaink azok olyan jó rendben mennek. És mindig az a baj, hogy mások körülöttünk ezt nem nagyon értik. És évszázadok, évezredek múlanak el a mi hűségünkkel, a mi kitartásunkkal, és egyszerűen mindig, mintha megelőznénk a történelmi időket, és olyat teszünk, amit mások körülöttünk nem értenek, és ezért akkor megpróbálnak a nyakunkra lépni. Olykor ez sikerül is nekik, de aztán mi megújult erővel, újból fölkelünk, nekilátunk, s tesszük ugyanazt, amit eddig tettünk, egyszerűségben, alázattal és kitartással. Erről szól az ige. Adja az Úr a növekedést, és mi ott kell, hogy legyünk. Fölkelünk reggel, lefekszünk este, és várjuk az Úrnak csodáját, s látszólag, ha valaki gyorsan olvassa ezt az igét, akkor úgy tűnik, mintha nekünk ehhez semmi közünk nem lenne. És a reformáció lényege pont itt mutatkozik meg, hogy az ember mindenkoron megújul, s látja azt, hogy ez csak is Istentől van, s őtőle lehetséges, s a módja ennek az, ha az ő szent igéjére figyelünk. A sola scriptura, egyedül a szentírás, a ma gyönyörűsége, mely által megismerjük Istent, de egyúttal önmagunk kapacitásait is látjuk, és egyenes út vezet a Krisztus követésben, a Szentlélek munkája által az eleve elrendelés szerint, hogy boldog az az ember, aki megtalálja azt, amire Isten elrendelte őt, és azon az úton halad. És íme itt mutatkozik meg a kálvini gyönyörűséges gondolat, mely azt mondja, hogy a munka Isten tisztelet. És ezt így kell végezni, így kell cselekedni. Még azt is, ami másoknak annyira nem is tetszik, nem is tetszetős, vagy olyan egyszerű. Mert hogy mindenben öröme van annak az embernek, akit Isten vezérel, és megmutatja néki pontosan az ő talentumai szerint, hogy mi az, amit cselekednie kell. És eközben egy pillanatra se feledkezik meg a hívő ember arról, hogy milyen felelősséggel tartozik az Úr Jézus Krisztus követésében mások irányában. Ebben a civilizációs krízisben, amiben vagyunk, olyan szörnyű dolog, hogy nem figyelünk oda,
magunkra és egymásra. A hívő keresztjén ember mindenkoron az áldozatra figyel, hiszen az Úr Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata az, amely megmutatja minékünk azt, hogy nem elveszettek, nem lehetetlenek, nem félrerakottak, nem megtörtek, és agyongyötörtek vagyunk, hanem megváltottak, szabadítottak, akiket az Úr, az ő egyszeri és tökéletes áldozata révén részeltet kegyelméből a bűnbocsánatban, és örök életre hív és vezet. És eközben már semmi nem esik, nem eshet nehezünkre. Figyelni kell családban, figyelni kell munkahelyen, közösségben. Nem csak a vasárnapi istentiszteletek keretén belül kell udvariasnak lenni és szépen fölöltözve kiállni, hanem bizony a hétköznapokban is meghallani a halkan hallatszó szót, mely segítséget kér, vagy a csöndet, amely kiállt. És igenis beszélni kell arról, hogy tele van a világ agresszióval, erőszakkal, tele van kényszerítésekkel, olyan emberekkel, akik rá akarnak kényszeríteni bennünket valami olyanra, ami nem Isten törvénye szerint való, ami természet ellenes. Mert olyan szép és olyan gyönyörűséges az Isten teremtése. Gyönyörűséges a rend, amivel megteremtette. És ez nem azt jelenti, hogy másoknak ebben a rendben nincs helyük. Talán mi vagyunk túl csendesek. Nem teszünk elég hangosan bizonyságot arra és arról, aki bennünket ide elhelyezett. Hogy igenis, család, Isten, haza, ezek azok a dolgok, amelyek békességben és nyugalomban tartanak bennünket. És ez mindenkoron az Isten kegyelme. Megfeledkezünk erről. Elmulasztjuk néha ezt erősíteni. Tegyük hát meg, amit kell. Fogjuk meg a házastársunk kezét, simogassuk meg, hallgassuk meg a gyerekeinket. És ha kell, még ha mást is mond, a liberalizmus, kemény kézzel oda kell csapni. Mert ez olyan református, olyan keresztény dolog, hogy nem arról szólunk ám mi, hogy csak terelgessenek bennünket jobbra-balra, és mint a birkák menjünk, hanem nekünk van egy fő pásztorunk, aki utat mutat és vezet, és kötelez, még ha akolba is kell lennünk, de legalább tudjuk, hogy hova tartozunk. És ne felejtsük el egy pillanatra se, hogy az, aki ezzel szembe mást mond, az azt akarja, hogy mi ne legyünk akolban, hogy nekünk ne legyen főpásztorunk, és nem utolsó sorban azt akarja, hogy nekünk ne legyen jó. Megéltük, szeretett testvéreim, mi ott a déli végeken azokat az időket, amikor évekig nem lehetett learatni a termést. És viccesen, mert a magyar ember ilyen, eszébe jutott az egyik gazdának, hogy volt még jó 50-60 évvel ezelőtt egy olyan gazda, aki azt mondta, hogy ugyanúgy megáll az a kukorica a tövén tavaszig, csak éppen a vad lelegelte. No, abból is lett haszon, mert a vadászok utána begyűjtötték azt, amivel föltápláltatott a vaddisznó meg a szarvas. És ez is megint csak a természet csodája, ami azt mutatja, hogy megint a gazdálkodónak, annak, akit az Isten nevezett ki, s tett oda, az szedte le a hasznot. És áldotta az Urat azért, hogy a nehéz időkben megint csak volt mit enni. De az ember romlik, az ember fogy, és kevés, ha nem arra figyel, amire kell. Megszokjuk könnyen a kényelmet, megszokjuk azt, hogy becses sorsunk van, megszokjuk azt, hogy mások elismernek, megszokjuk azt, hogy nem kell éppen az alapvető értékeinkkel foglalkozni, mert mások azt garantálják majd nekünk. Nem a rendszer garantálja a szeretetet. Nem a külső erők garantálják a családok egységét, és tisztességét, és az ember becsületét,
hanem a te Krisztushoz való ragaszkodásod és az ő benne vetett hited, amely mindenkoron lehetőség. Ott van melletted. Bármikor jó döntést hozhatsz. Az Úr Jézus pont azért mutatja meg az ő csodáit mi előttünk, hogy láthassuk azt, hogy nekünk ezt nem úgy kell csinálni, ahogy a többieknek. És nem azért kell nekünk a jót választani, hogy megmutassuk a másiknak, hogy mi jobbak vagyunk, hanem azért, mert egyszerűen ez az Isten ereje, amely az életet megszenteli, és békességet ad. És mikor nyugodtan hajtod le fejed párnádra, s bizton vagy abban, hogy az Úr reggelt virraszt rád, hálát adsz, s kéred áldását, s ő azt megadja. Mi egyszerű és csodálatos dolog. Mert így kell, és így fekszik le az Istennek választott embere, aki az örökké valóság bizodalmában és annak békességével járja ezt az utat, amely keskeny, kacskaringós, fölfelé vagy lefelé vezet, akár magasságokra hágunk, akár mélységeket érünk el, az Isten mindenhogy megmutatja az ő gyönyörűségét. És ez öröm annak, aki tudja, hogy ez honnan jött, és mire való, és hogy ezzel mit kell kezdeni. Azt mondta a minap Maróti professzor úr, hogy az iszlámmal szembe az a gyengeségünk, hogy a diakóniát nem megfelelően éljük meg itt Európában. Elveszett a személyi szeretet a felebarát irányában. A Krisztus áldozatját, s ezt már én teszem hozzá, minthogyha bagatelizáltuk volna. Minthogyha valahogy úgy elveszne abba, hogy a mindennapokban az örökkévalóságra történő megváltásunkon keresztül nekünk igenis a saját hitünk megerősítésére áldozatot kell hoznunk. És a szép ebbe a mi keresztény hitünkben az, hogy Isten megadja, hogy örömmel és boldogsággal áldozzunk ő néki, az ő nevében, ami felebarátunk hasznára. És a reformáció, amely oly módon ismét megjelenik évente, és beszélünk róla, és mindig kihangsúlyozzák mások, hogy Calvinról kutyát neveztek el, most már az a legújabb, hogy egy kicsit értéktelenítsék, hogy a 95 tételt hát Luther nem is szögezte ki a kapura, de lehet válaszolni, meg kell mondani, hogy az Isten igéje szerint való tanítás az, ami szívünkre van beleszögelve, úgy, ahogy a Krisztus testébe lettek beleverve azok a szögek, a mi bűneink, az ott van, és erőltet, és kényszerít, hogy tudjuk, hogy eme áldások naponkénti való foglalkozást igényelnek, hogy ezáltal is a hívő keresztény ember erősödhet hitben, reményben, szeretetben. És a keresztények nem valami morgolódó emberek, akik komoran maguk elé néznek, és a templomban egy óra hosszát szomorkodva kimennek, és utána mindent ugyanúgy csinálnak, mint ahogy eddig. Hanem mi azért vagyunk itt, mert az Isten ide tett bennünket, és mindennapi harcainkon keresztül erőt ad ahhoz, hogy ne a saját dicsőségünket, hanem az ő dicsőségét fényezve legyünk embertársaink megsegítésére. Szeretteink örömét gyarapítsuk. Ellenségeinknek is mutassuk meg, hogy ott áll a Krisztus keresztje elmúlás és rom fölött, és mi mindig újjáépítünk. Üldözhetnek, gyalázhatnak, hazudozhatnak rólunk, és teszik is. Hálát kell, hogy adjunk ezekért, mert ha nem tennék, az Isten nem lenne látható számunkra ennyire. Erősödjünk, ismervén a gonoszt.
Erősödjünk, ellenállván néki, és forgatván a mi szívünkben a 10 parancsolatot, a szeretetnek nagy parancsolatát, mindenkoron áldjuk a mi Urunkat. Olyan jó tudni, olyan fontos tudni azt, hogy bizony, ha mi kérjük, akkor meg is kaphatjuk. Ha jól kérjük, akkor jók a mi gerjedelmeink, a mi indulataink. Mert alázat szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon a Krisztus által elrendelt úton járni. És néha ehhez el kell viselni egy-két pofont. Büszkén, kiállva. Nem azért, hogy azon gondolkodjunk, hogy a másikat megszégyenítsük, vagy azon gondolkodjunk, hogy most akkor nagyobb hősök leszünk ezáltal, hanem azért, mert mi magunk erősödünk ezáltal. És akarja az Úr, hogy mi erősödjünk. Akarja, hogy gyarapodjunk. Mit gondoltok, hogy ez a sok gyönyörűség, ami körülöttünk van, ami növekszik, terem, ami épül és látszik, hát az nem azért van, hogy mi lássuk, hogy az Isten csodálatosan működik. És lehet, hogy az útja olykor rejtve van, de már érleli, már ott van, már látszódik, s mi, kik a reménynek népe vagyunk, mi tudjuk, hogy áldását megvalósítja rajtunk. Nem ulasszátok el, szeretett testvéreim, a naponkénti hálaadást. Szívetek indulatja legyen, ne csak imádságban, hanem tettekben is. Hogy legyen élő a Krisztusnak egyháza, mert azok ti vagytok. Titeket rendel el az Úr arra, hogy egyszerű életben mutassátok meg, és éljétek, és élvezzétek az Istennek minden áldását ti rajtatok. A föld megadta az ő gyümölcsét, megáld minket az Isten, ami Istenünk, szólt a hivogató ige, és szól most is, és folytatódik. Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa. Ez a folytatás, ez a feladat, ez a mód, ez az egyetlen lehetőség. És ahogy szeretett testvéreim, most mondjuk, mert reformáció van, hogy egyedül a hit, egyedül kegyelem, egyedül Krisztus által, egyedül isteni a dicsőség, valljuk már be őszintén, hogy egyedül ez az út, amely nékünk rendeltetett. Adja minden kegyelemnek Szent Istene, és vezessen bennünket a Krisztus által Krisztushoz, hogy teljes életet élhessünk az ő neve dicsőségére. Ezért adjunk hálát. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló kegyelmes édesatyánk, nem vagyunk mi elegek semmire. Nem vagyunk képesek semmire nélküled. Könyörgünk te néked, hogy áldj meg bennünket és erősíts. Mutasd az utat és vezess. Ne engedd, hogy eltévejedjünk, vagy túl értékeljünk önön magunk képességeit, és letérjünk arról a szent útról, amelyre bennünket elrendeltél. Mindazon bőség, melyben bennünket részeltetsz, mindenkoron kényszerítsen a hálaadásra, és kényszerítsen az áldozatra is. Mutasd meg, Urunk, hogy összefogva a te nevedben, mi csodálatos dolgokra vagyunk képesek. Hálát adunk azért, hogy a nemzet kenyerébe mindenhonnan adták a hívő keresztény emberek a búzát, hogy az élvezhető és tápláló legyen. Erősítsd a mi összetartozásunkat, a mi egységünket, elsősorban te veled, másodszorban pedig egymással, hogy hordozzuk egymás terheit, hisz vannak köztünk kicsik és nagyok, és a kicsik nem tudnak adni a nagyoknak olyan formában, amelyben a nagyok tudnak adni a kicsiknek. De a csodálatosság éppen abban mutatkozik meg, hogy a kicsik is tudnak
bizonyságot tenni, tudnak mutatni olyat, amely előre visz, amely csillapít, amely gyógyít, ami erősít. Adjad, Urunk, hogy erősödjön a mi református egyházunk. Adjad, Uram, hogy erősödjön magyar nemzetünk. Legyünk békességbe egymással s más nemzetekkel, de mindenkoron, Urunk, erősíts meg bennünket hitvallásunkban, hogy mindenkoron álljunk ki hűségesen a Te ügyed mellett. Tudjuk, hogy Te megvédesz bennünket, tudjuk, hogy óvsz és áldásod van rajtunk. Ne engedd, hogy azt higgyük, hogy mi egyedül tudunk megoldani bármit. Urunk Istenünk, könyörgünk a magányosokért, azokért, akik nehéz lelki terhek alatt örlődnek. Imádkozunk a gyászolókért, Te légy vigasztalója azoknak, kiknek letört egy darab a szívükből. Hiszen a föltámadás Istene vagy Te, aki vigasztalsz bennünket azzal, hogy örök életre hívsz el bennünket, és adsz minékünk biztonságot és bizonyosságot afelől, hogy mi mindenkoron a Te gondviselésedben vagyunk. Adjad, Urunk, hogy a Te egyházad, és azon belül a gyülekezetek, a hívő lelkek mindenkoron törekedjenek arra, hogy a veled való áldott közösség gyakorlat legyen. Gyakorlat legyen a családban, gyakorlat legyen a munkahelyen, a szolgálatban, a hivatásban, gyakorlat legyen a teljes életben a Te dicsőségedről szóló bizonyságtétel. Ne engedd, hogy csöndbe maradjunk. Késztess bennünket, hogy cselekedeteinkkel, szavainkkal, mindenkoron, életünkkel a Te nagy neved dicsőségét hirdessük. Egyedül Tiéd a dicsőség, mind most, mind örökkön, örökké. Soli Deo Gloria, Úr Jézus, hallgass meg minket. Amen. Az Úr Jézus pedig így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, egyszerűsítsem le itt a protokollt egy kicsit, mert a köszöntést azzal zárom, hogy köszöntöm körünkben a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnökét, Huszár Pál testvérünket, aki majd néhány köszöntő szót is mond hamarosan, de előtte hallgassuk meg a gyülekezetünk énekkarának szolgálatát. Thank you.
És most nagy szeretettel, tisztelettel kérem fel Huszár Pál testvérünket köszöntéjének elmondására Kárpát-medencei 2019-es hálaadó ünnepünkön, hiszen ez a legfontosabb része, hogy hálát adunk azért, hogy Isten gondoskodott rólunk. Így szól Teremtő Urad, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű esperes úr, mélyen tisztelt pünkösdi egyház elnök úr, nagyra becsült miniszter úr, hasonlóképp nagyra becsült országgyűlési alelnök úr, ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az Úristen iránti mélységes hálával szívemben állok meg itt, ebben a megszentelt hajlékban, és szívem teljes melegével köszöntöm Isten tiszteletünk, hálaadó Isten tiszteletünk minden kedves résztvevőjét. Igen, szeretném hangsúlyozni, a hálaadás hozott össze bennünket, és én rendkívül örülök és hálát adok az Úristennek, hogy ebben a hálaadásban részt vállal a mi kormányunk is, hiszen itt ül sorainkban az agrárminiszter úr, itt ül az országgyűlés alelnöke. Igen, mi valamennyien szeretnénk most hálánkat kifejezni az Úristennek. Nem véletlenül idéztem Ézsaiás prófétától, hiszen az Úristen szövetséget köt velünk, szövetségbe lép velünk, és ebből adódóan lesz vetés, lesz aratás, lesz szüret, igen, mert az Úristen megáldja a mi munkánkat, mert az Úristen gondoskodik rólunk, és nekünk ebben a tekintetben az elvégzett munka után egyetlen feladatunk van, a hálaadás. Hálásan megköszönni az Úrnak, az ő kegyelmének terményeinkben megjelenő produktumát. Igen, én hiszem azt, hogy nekünk nagyon sok adósságunk van hála ügyben. Pár héttel ezelőtt volt egy pódium beszélgetés a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, illetve Novák Katalin államtitkárasszony és szerény személyem, a háláról beszélgettünk, és bizony azt kellett megállapítanunk, sok-sok adósságunk van ebben a tekintetben, mert valamiképpen úgy érezzük, hogy amit az Úristentől kapunk, az mintha nekünk járna, és valamiképpen elmarad a méltó köszönetmondás. Én rendkívül örülök annak, hogy itt most ez a köszönetmondás, ez a hálaadás valóban ilyen széles körben megtörténik. Ezért is legyen hála minden kegyelem Istenének, hogy nekünk van miért hálát adnunk, és mi az ő szent lelkének segedelmével készek is vagyunk a köszönetmondásra, a hálaadásra. Ebben a meggyőződésben köszöntöm én teljes szívvel a gyülekezet minden kedves tagját, hiszen egy nagyon fontos ügyben vagyunk együtt, abban az ügyben, hogy hálát adjunk az Úristen velünk közölt kegyelméért. Legyünk ebben következetesek, ne csak a nagy alkalmakkor, hanem minden napon. Szoktam mondani, hogy kívánok áldott ünneplést és áldott hétköznapokat is, hogy az Úristen jelenléte, az ő áldása akkor is legyen nyilvánvaló számunkra, és akkor is tudjunk érte köszönetet mondani a minden kegyelem Istenének, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Adja minden kegyelem Istene, hogy mi is ilyenek legyünk. Úgy legyen. Amen. Köszönjük szépen. Nem csak a bőség asztala van terítve, amivel ellátott bennünket Isten, hanem az Úr asztala is. A kegyelem asztala, a hálaadás asztala, ha tetszik, a bűnbocsánat asztala. És ez az asztal valahogy még nagyobbat hirdet, mint az előtte lévő. A legnagyobb megbocsátást, a legnagyobb kegyelmet, a legnagyobb elfogadást, a legnagyobb szeretetét Istennek. Hogy az övéi lehetünk, és vele közösségben lehetünk. Az úrvacsorára készülve énekeljük, testvérek, az énekes lapról a 4-es számú dicséretet. Ennek minden versét, ím itt vagyunk előtted, mert hívtál, mesterünk. Halálát hirdessétek, ami eljön.
Ítelmezik az apostol a fentiekhez. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak életünk való halálát kérdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Kálvin János bűnvalló imádságban. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseit. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünknek. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk, napról napra, szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatal, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vettük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmetnek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Ő nevére. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, együtt mondjuk a kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélektől. Hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után tegyünk bizonyságot hitvalló szívvel, felelve a feltett kérdésekre. Hiszitek-e testvéreim, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Ha igen, feleljük, hiszem és hallom. Hiszem és hallom. Hiszitek-e továbbá, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és hallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott, de méltatlan szolgája, hirdetem nektek,
bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel, a gyülekezet foglalja helyet. A szép rend nálunk azt jelenti, hogy innen fognak először érkezni a testvérek az úrasztalához, aztán a középső padokból, és így megyünk körbe, majd ebben segítenek néhány a lehetőség szerint a szükséges a presbiter testvérek közül. A gyülekezet helyén maradó része énekésben dicsérje Isten. Az énekes lapon is rajta vannak ezek az énekek. Az ötös számú énektől kezdjük az éneklést. Ó Jézus árva csendben az ajtón hívő ház. Kérem tisztelettel, püspökök és gondok urat, hogy segítsenek. Thank you.
Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és legyetek hálaadók. A Krisztusnak beszéde lakozzék ki bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Akik részesültünk a kegyelem asztala áldásában, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk mi magunk is irgalmad eszközei. Ehhez tőled kérjük az erőt, Szent Lelked által, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Gyülekezetet kérem, hogy foglaljon helyet. És a hirdetéseket folytatom azzal, hogy megköszönöm mindazoknak munkáját, akik ebben a szolgálatban voltak, vannak, vagytok, akik ezért az Isten tiszteletért, ennek minden részletéért sok mindent tettek. Köszönjük szépen a munkátokat, Isten áldását kérjük minden. És mielőtt elfelejtem, szeretettel hívom a testvéreket a szeretet vendégségre ide a gyülekezeti házba. A asszony testvérek sokféle jóval készültek. Kicsi borocska is kerül majd az asztalra helyből, és szeretettel hívunk mindenkit, ne rohanjon el senki sem ettől az asztaltól, lehetőség van beszélgetnünk, és egymással szót váltanunk és értenünk is, úgy gondolom. Külön megköszönném szeretettel azt, hogy agrárminiszter úr lehetővé tette ezt az ünnepet, és hogy ők is benne voltak ebben a szervezésben. Természetesen szeretném megköszönni az ő tevékenységét ebben is, és hálát adni az ő munkájáért is, vagy ezért is hálát kifejezni Istenünk színe előtt. Szeretném felkérni a segítséget, hogy adják át szeretettel, mivel készültünk. Akkor én mutatom. Csokrot azért hagyjuk, mert készültünk a feleségekből. Bocsánat. Nagy szeretettel. Szeretném megköszönni újra a püspök úr szolgálatát, és köszönteni kedves feleségét. Most már kérlek titeket, hogy álljatok fel, akkor nem megyek ott. És akkor tudjuk, hogy ezt megvinni. És szeretnénk megköszönni a kántor
mint szolgálatot és kedves szolgatársunknak, Eszternek, igen, aki szaladj fel az orvonál, az egyszerűs. És köszönjük még egyszer, hogy vállaltad és hogy itt voltál közöttünk, Isten áldását kérjük a munkára. És akiről én azt tudom, hogy a legtöbbet dolgozott ezen, reménység szerint, Zila Gábor testvéremnek köszönném meg a szolgálatát egy dobozzal. Nagy szeretettel köszönjük a munkádat, előkészítést, azt hiszem, hogy hálát adhatunk a te szolgálatodért is, és a munkatársaidért is, akik ebben a mai napban is segítségül voltak itt mindenben. A hálaadó imádságot én már elmondtam, úgyhogy ezt kihagyom, kedves testvérek, és a vendégeket újra kérem tisztelettel, hogy a szeretet vendégségről ne óvjanak meg, hogy ilyen pestiesen mondjam, elnézést kérek érte. Még egyszer hívunk mindenkit az asztalhoz, és várunk ott a testvérek szeretettel készültek erre, hogy várjuk őket. Az áldás vételre álljunk fel. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereját, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a szálló énekeljük, hogy ezt már énekeltük. A 11. dicsér, 11-es alapról minden versével énekeljük, majd ezután fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat és a himnuszt, utána kivonulás. Vezess Jézusunk és véled. Amen.
gyülekezet, hogy együtt ünnepelhessünk, hogy csütörtökön este tartjuk ezt, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Ámen. Áldást, békességet Isten velünk, viszont